Idén februárban és májusban már megjelent a Magyarország, Szlovákia, Románia, Ukrajna határon átnyúló együttműködési programban két pályázati felhívás, amelyre szeptember közepéig várják a pályázatokat. Két pályázati felhívás álló nagy közönség rendelkezésére. Az egyik infrastruktúrális beruházások létesítésére vonatkozik. 22 millió euró áll rendelkezésre, illetve a másik pályázati felhívás keretében ugyancsak 22 millió euró. Itt mindenféle korlátozás nélkül az összes beavatkozási területre lehet pályázni. Az úgynevezett ENI-ben 15 alapprogramot hagyott jóvá az Unió. 73,9 millió eurós keretből finanszírozzák a négy ország közös törekvéseit. A beavatkozási területeket és a fejlesztési irányokat a résztvevő országok igényeihez igazították. Prioritás a gazdaság és infrastruktúra fejlesztés, a környezetvédelem, a szociális ellátórendszer, az egészségügy, a kommunikációs hálózatok és rendszerek kialakítása és fejlesztése. Nagyon fontosnak tartom azokat az együttműködéseket, amelyek egy emberek közötti kapcsolatokat jelentenek, testvértelepülések, partnertalálkozók, tehát ez is nagyon fontos, ez sokszor talán nem tűnik olyan kézzelfoghatónak, mint egy megvalósult akár hulladéklerakó, vagy egy közműfejlesztés, mert ugye ilyen tervek is vannak. Hulladékgazdálkodásban is tervezünk együttműködést, illetve beregszászi vízellátás fejlesztésében. A program irányító hatósága a miniszterelnökség, a szakmai titkársága is magyar oldalon van, amely segíti a pályázókat. A kedvezményezettek, önkormányzatok, non-profit szervezetek, intézmények és civil szervezetek. A 12, 24 és 36 hónapig tartó programokat előfinanszírozzák, és 2024-ig valósulhatnak meg.